Sziasztok, Pajtik! Eltűntünk 5 hónapra. Szíves elnézését kérjük mindenkinek. Megvolt az oka, nem taglaljuk, hosszú lenne. Mivel láttuk, hogy nagyon sokan feliratkoztatok holt időszakunk ellenére is a csatornára, ezt a lelkesedést amúgy nagyon szépen köszönjük, ezért most mi is előkaparjuk a saját lelkesedésünket, és belefektetjük újra a csatornába szánt energiakeretbe. Úgyhogy... Nagyon igazából nem is kell kaparni, mert most már... Tehát... Bencével az elmúlt körülbelül egy hónapban most már úgy beszélgettünk róla, hogy mégis újra kellene indítani a csatornát, és mit csináljunk, és hogy legyen, és milyen fajta műsorokkal, illetve részekkel jöjjünk nektek. Hát bízunk benne, hogy az új, mondhatjuk második évad hasonlóképpen sikeres lesz, mint az első volt. Vannak tartalomra szánt elképzeléseink, nem lőjük le a poént, majd menet közben alakul. Amit egyszer már nekiálltunk, mindez egy adással, a hírek rovat, ezt mindenképpen folytatjuk, mert erre valószínűleg lesz érdeklődés. Az összes többi az meg, ha érdekel, megnézitek, és próbálunk olyat csinálni, ami érdekelheti a népet, és megnézhetitek, nyilván nézzétek meg. És amúgy itt szeretném megragadni tényleg azt, hogy tehát amiért a fotópajtuk létrejött, lehet, hogy ezt még nem hangsúlyoztuk eléggé, vagy nem mondtuk, tehát az most nem csak az, hogy mi ketten itt mutogassuk magunkat, meg mutogassuk a felszerelésünket. Tehát mi tényleg szeretnénk egy olyan fajta fotós közösséget kialakítani, ami tényleg arról szól, hogy teljesen mindegy, hogy az országnak melyik pontján nézed most ezt a videót, vagy az országnak melyik pontján vesszük föl mi ezt a videót, az a lényeg, hogy tényleg egy közösségként működjünk. Tehát meg tudjuk beszélni, hogy milyen fajta fotós felszereléseket használtok, vagy kinek milyen tanácsa van a másiknak. Tehát tényleg az, hogy egy közösség kialakuljon. Megmondom őszintén, nekem nem tetszik ez, hogy nagyon sokszor van is videók alatt látni a hozzászólásokban, hogy bemutatunk valamit, teljesen mindegy, milyen dologról van szó, és jön ez a tipikus hozzáállás, hogy hát de hallod, ez nem jó, mert nekem jobb, ami van, meg mert az enyém az szebb, meg mert az enyém az olcsóbb, vagy drágább, vagy mert kinder tojásba találtátok. Lehet, tehát mindennél van drágább, mindennél van olcsóbb, mindennél van jobb, rosszabb. Tehát ezt tudjuk. Itt nem ez lenne a lényeg, én szerintem, hanem tényleg az, hogy amit mutattunk mi is, egy A4-es papírból hogyan fogsz kihozni egy diffúzort. Mert ki lehet? Pont ezt akartam mondani, hogy betegesen rajongunk a Schufni tuningért, gyerekek, a legjobb, legegyszerűbb, és tudsz vele olyan jó dolgokat kihozni, mint hogyha méreg drágán megvennéd ugyanazt, csak így azért benne van a kreativitás, és sokkal jobb érzés így elkészíteni egy képet, és nyilván a végeredmény is sokkal jobban szemgyönyörködtető. Így van, és ami benne is volt a kezdete óta a csatornánkban, hogy amatőröktől amatőröknek. Tehát ezt szeretnénk megtartani. Itt nem azt akarjuk, hogy milyen profi felhozatal van. Volt a mikroszatos sorozatunk. A jövőben úgy néz ki, hogy az kikopik a csatornáról, mint olyan, lehet, hogy lesz, majd ez még a jövő kérdése, de az biztos, hogy különféle más témakörök lesznek, ugyanúgy fogunk bemutatni profi felszereléseket, és ugyanúgy fogunk bemutatni Schufni tuningot is. És nem azért, mert melyik a jobb, hanem azért, mert egy fotós közösséget szeretnénk kialakítani, amiben ti is adhattok ötleteket bele, küldhettek nekünk dolgokat, akár képet, akár videót róla, bármit róla, amit, ha gondoljátok, mi fel is dolgozunk nagyon szívesen. Csak tényleg azt szeretném, hogy ha már tényleg kialakult, és effektíve ez, hogy tényleg majd 40%-kal megdobodott a feliratkozási mennyiség, tehát effektíve visszahívtatok minket, amit mi tényleg nagyon szépen köszönünk, akkor tényleg vágjunk bele úgy szerintem, hogy tényleg közösségként próbáljuk most meg. És mivel szeretnénk nagyon sok hozzászólást, ez a videó alá ezért döntsétek el, hogy Nikon vagy Canon. Nem, véletlenül se, senki, Sony. Amúgy nyilván a Sony. Nem, amúgy, nem, ez a másik arc, tehát hogy ezt is felejtsük el. Canon, Nikon, bármi. Fényképezőgép. Amúgy ennyi. Akár a régiek. Tehát bármi, akár a telefon, akár amit fogsz. Fuji, ne hagyjuk ki. Ja, a Fujit még véletlenül se hagyjuk ki. De a Rinobar, ez se hagyjuk ki. Nem hagyjuk ki, de nem is mondjuk ki, mert az orosz csoda. Az egy. Nem, amúgy... Szóval mindenképpen ebben bízunk, hogy ez működni fog. Meglátjuk. Mi szeretnénk tényleg, hogyha most akkor egy újabb erőbedobással, egy kis szünet után, pihenés után most
Most belendülünk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Hamarosan kezdünk. Szevasztok!